Megoszlanak a vélemények a zöldség gyümölcsárairól és minőségéről is. A szilva ára elérheti a kilónkénti 500-800 forintot is. A zöldségek közül a paprika ára változatlan a tavalyihoz képest. És nincs olyan minőség, mint a tavalyi volt. Mondjuk az időjárás is belejátszik, ez biztos, de sokkal drágább. Minden. Egyedül még a paprika az, amit tavalyi áron is tudja venni az ember, de a szilva 500 forint, hát szóval, meg 8, meg szóval nagyon drága a piac. Mások a minőséggel elégedettek, de az ár miatt kevesebbet vásárolnak. Változóak az árak. Van, ami drága, többe kerül, mint tavaly esetleg, van, ami meg jó árban van tavalyhoz képest. Nagyon sokféle és bőséges a kínálat a búzatéri piacon, annak ellenére is, hogy az időjárás nem volt kegyes a helyi gyümölcs és zöldségtermesztőkhöz. Szerintem a zöldségféle nem drágább. A gyümölcse ön lehet észrevenni, ugye a fagyás véget, hogy az sokkal drágább. Úgy a zöldségféle, paradicsom, paprika, az most nagyon-nagyon lent van az ára. A vevők többsége csak napi fogyasztásra vásárol, azok, akik esetleg elraknak télre zöldséget, gyümölcsöt, nagyobb mennyiséget vesznek. Akik napi szinten járnak a piacra, az eladók szerint árérzékenyek és figyelik is az árváltozásokat.